Köszöntöm a Nagykörút nézőit, Dombóvári Gábor vagyok. Mindenek előtt nézzük a műsorétlapot. A sok szál mozgatásával összeálló feladatok azok, amiben én igazán erős vagyok. Mondja Orlai Tibor producer, akivel ezúttal nem csak a Belvárosi Színházról beszélgetünk. Aztán, no, sokszor átalakult, más néven játszott, más néven zenélt, de mind a mai napig létezik, és vonzza a közönséget. Neoton, maraton, születésnapi koncertre készül, vendégünk Csepregi Éva. És az ikrek története, akiket ugyanazon anya szült, ugyanazon a napon, és egyikük angyal, másikuk ördög lett. Vértestvérek, megrendítő, mégis vidám musical a Turay Ida Színházban. Kezdünk! Köszönöm szépen először is, hogy eljöttél, Tibor, már csak azért is, mert amióta a nyári színpadi évadnak és a szabadtéri színházi évadnak vége, és beindultak a kőszínházak is, bár ez téged nem sokat zavar, mert nyáron is ugyanúgy dolgoztok, tényleg igencsak elfoglalt vagy, de én azt hiszem, hogy aki ismer téged, azt tudja, aki nem ismer, az nem tudja, hogy tulajdonképpen te hogyan is gondolkozol saját magadról, és engedelmeddel idézek egyet tőled. Uh-huh. A sok szál mozgatgatásával összeálló feladatok azok, amiben én igazán erős vagyok. Hát azt hiszem, hogy ez a borintottál, akkor rendben van. Szóval ez a sok szál, ez nagyon végigkíséri az életedet, és akkor én csak egyet kérdeznék erre, hogy mint közgazdásznak, mi közöd volt az orvosi eszközökhöz? Hát ugye abban az időszakban, amikor én elvégeztem a közgazdasági egyetemet, akkor több lehetőség volt, ugye én akkor úgy hívták, hogy külgazdasági szak. Igen. Én a külgazdasági szakot végeztem, és abban az esetben azt lehetett választani, hogy az ember kvázi külkereskedelemmel, vagy ilyesmivel szeretett volna foglalkozni, hogy vagy elmegy valamilyen IMPEX-hez, ugye, amelyek különböző külkereskedelemre jogosítványra rendelkező vállalatok voltak. Terimpex, Medimpex, Technoimpex, stb. Vagy pedig elmegy egy iparvállalathoz, amely már önálló kereskedelmi joggal rendelkezik. És én von Hausas, ugye édesanyám orvos volt, tehát nekem valamilyen fajta affinitásom, vagy legalábbis több affinitásom volt az orvosi eszközök és berendezések irányába, mint mondjuk a ipari berendezések, vagy pedig a textília irányába. Volt a vérnyomásmérő, mint a CNC-es. Igen, hát ugye az a számomra az orvosi a kórház légköre, az a mindennapjaimnak ugye a része volt, hisz hallottam, mi történt, hogy történt, tudtam, hogy mi micsoda. Úgyhogy így végül is, amikor én még egyetemista koromban emeltem szakmai gyakorlatra, akkor én evidens volt, hogy a medikorba megyek szakmai gyakorlatba, és így helyezkedtem el a végén a medikorba, mint kereskedő. És aztán azért csak előjött a produceri vénád, pontosabban arra gondolok, hogy a szervezői vénád, mert nyilvánvalóan valahol vonzott téged a zene, a tánc, a színház világa, nem? Tehát ugye én éltem, azt úgy szoktam mondani, hogy én éltem a magam kis polgári életét, mint kereskedő. Először ugye a Medicorban, aztán különböző formában saját vállalkozásokban, ahogy ez a rendszerváltás követően, illetve azokban az években mindenki a saját útját próbálta megtalálni. És én életemben nem gondoltam azt, hogy én nekem valaha valamilyen közöm lesz a kultúrához. A kultúrához úgy kerültem végül is hozzá, hogy én nagyon gyakran jártam színházba, koncertre, ezt von Hausaus hoztam ezt is magammal, a kultúra szeretetét, és számomra a színház volt, ami leginkább megfogott, a legjobban érdekelt, a legtöbb, tehát az az illúzió, amit a színház jelent, az jelentette számomra a legizgalmasabb területet, ott éreztem azt, hogy igazából ez a máról szól, rólunk szól, az emberről szól, és ezért ez engem nagyon megtalált. És utána soha nem gondoltam, hogy én egy színházba járó embernél több leszek valaha, és akkor, hogy ez ilyenkor lenni szokott, mindenféle fajta személyes találkozások, társasági találkozások révén, egyszer csak hirtelen eszenyénikő révén belecsöppentem a kultúra és a színház világába, és onnan aztán már nem volt. Hát és akkor ez, ha jól tudom, akkor ez tulajdonképpen úgy csöppentél bele, hogy e-tangó, és akkor hát végül is Eszenyi Enikőnek a lemezét, vagy a fellépését. Hát onnan indult. Onnan indult, azt kezdted szervezni, na, de hát igen. Akkor már producernek hitted magad? Á, de hittem, én még nagyon hosszú idő, de hogy nem hittem magam producernek. Pedig és az lettél. Ez
ez tulajdonképpen egy autodidakta módon megtanultam a magyarországi viszonyok között, mit jelent az, hogy nem állami keretek között, hanem magánkeretek között. De elsőként, vagy az első között, mert ilyen oktatás nálunk nem volt annak idején. Ez a mindennapokból, a gyakorlatokból. Persze. Most ebből a szempontból volt annak jelentősége, amiből ugye indult ez a beszélgetés, hogy én nekem az mindig erősségem volt, amikor sok szálat, sok dolgot kellett valamilyen formában egy irányba terelni. Tehát ameddig én, mint kereskedő dolgoztam, az orvosi műszerterületen, akkor is ez egy fontos szempont volt az én életemben, vagy fontos erősségem volt az életemben, és én úgy éreztem, hogy erre a szára húztam föl azt, hogy én igyekeztem mindig annál maradni, ami az én kaptafám, vagy ameddig az én takarom elért, ameddig én tudtam, hogy mit csinálok, és onnantól kezdve igyekeztem megfelelő, megbízható szakembereket keresni, akire én ezeket a részfeladatokat rábízhatom. Na most akkor mielőtt még az Orlai produkciós irodára térnénk, most kapaszkodom a szavaidba, hogy igen, ott voltak a szakemberek és megbízható szakemberek, de... Azért te olyan vagy, és én legalábbis, ahogy tudom, mind a mai napig olyan vagy, hogy nem ülsz be az íróasztal mellé, hogy a producer úr majd diktál, hanem te a kezdettől a végéig. Szóval ott vagy, és a próbától kezdve a szervezésen át, ahol csak tudsz, mindig ott vagy, elejétől végéig. Ez így, hogy azért a produkciónak. Ez így nem. Én azt gondolom, hogy az én munkámnak most már, mint producer, vagy most már valamilyen gyakorlattal rendelkező producer életében, aki ugye a magánszférában dolgozik, és ezt nem győzöm hangsúlyozni, kialakul egyfajta munkarend, amikor én tudom, hogy nekem mikor van, vagy nekünk az irodának, mikor van kiemelt feladatunk egy produkció életében. Először is addig, ameddig eljutunk az olvasó próbáig. Ugye ez az első nagy folyamat, ameddig az ötlet megszületik, az ötlet megszületésétől kiválasztjuk az alkotókat, az alkotótársakat, a szereplőket, fordítás, marketingtervek, szórólap, plakát, hogy játszunk, mint játszunk, költségvetési keret biztosítása. Ez egy nagy folyamat, ezzel jutok el az olvasó próbáig. Ott én a bizalmamat az alkotócsapatnak átadtam. Nyilván abban a rendező a főcsővezető, de természetesen a többi jelmez, díszlet, színészeknek kulcs szerepe van ebben a történetben. Onnantól én mindig háttérbe vonulok. És általában én körülbelül a próbaidőszaknak az első 3-4 hetében meg se jelenek a próbákon. Nem akarsz zavarni. Nem, pontosan. Ugyanis én azt gondolom, hogy onnantól kezdve a kvázi a producernek a megjelenése, ami lefordíthatom, hogy a színházigazgató megjelenése, az onnantól kezdve teljesítménykényszert jelent az alkotók részére. És ebben az alkotó folyamatban, a legnehezebb időszakban súlyos hiba, hogyha bármiféle teljesítményi kényszerre kényszerítem a művészembereket. Igen, ezzel tulajdonképpen elmondtad azt, hogy a jó producernek, vagy mondjam azt csupa nagybetűvel a producernek, tulajdonképpen mi a hitvallása, mi a feladata, és én olvastam veled egy interjút, amiben arról volt szó, hogy tényleg a producer mit csinálja, hogy csinálja, és akkor azt mondtad, és ez sokkal rövidebb, hogy még egy nagyon fontos dolog van az életben, az alázat. Igen. Ez alatt mit értettél pontosan? Hogy nem. Kapcsolódom. A művészi munka, tehát a művészet önmagában alázatot igényel. A meglevő anyaghoz szembeni alázatot. Na most az én helyzetemben, aki ugye én nem művészember vagyok, hanem én, mint már ebben a beszélgetésben a közgazdász vagyok. Tehát innentől kezdve borzasztóan fontos, hogy azzal a alázattal, szeretettel, bizalommal közelítsek a művészek és a előttünk álló produkcióra, amellyel semmiféle fiskális vagy kereskedelmi szempont nem kerül előtérbe. Igen. Az elsőnek mindig a művészi feltételeknek és a művészi szempontoknak kell lenni. Tehát ezt érzem az alázatnak az egyik lényeges elemének. Az alázat másik lényeges eleme, hogy nem szabad azt elfelejteni, hogy a színház az nem egy szakmai elitnek a kiváltsága.
az nem egy szűk szakmának szóló új gyakorlat vagy szórakozás, hanem az egy széles közönségrétegnek szóló dolog, illetve lehet széles vagy szűkebb közönségrétegben. De a közönséggel szembeni alázattal is rendelkezni kell. Tehát magyarul tudnom kell azt, hogy mi az, amit én az 500 fős belvárosi színházba bemutatok, mi az, amit egy 50-80-100 fős stúdió, vagy két szereplővel, vagy egyel. Vagy egyel, vagy 8-al, mert lehet adott esetben 8-al is, de ugye itt az a lényeg, hogy meg kell találni azt a piaci szegmenset, akinek szól az az előadás, és azokat a helyszíneket, azokat a témákat, amiről az előadásoknak szólnia. Remélem, hogy producer tanoncok is, vagy producerségre vágyok is nézik most ezt a műsort, mert akkor a tanárulat hallották, tudom, hogy tartotta előadásokat is meg ez ügyben, de akkor most beszéljünk, gyorsítsunk egy kicsit a máról. Szóval, Orlai Produkciós Iroda megalakult, és lett egy 6-7 hattánc, Vári Éva Kulka, És valami hihetetlen sikerre vittétek ezt, nem csak egy helyen, és nem csak ott, hanem Balatonon is mindenhol. Hát ez tulajdonképpen ez egy részben szerencse is volt. Tehát nyilvánvalóan az ember, amikor azt mondja, hogy na most én kilépek a szénába, megmutatom az önálló arcomat, hisz ugye 2000, ez volt a 6-7 hattánc volt, amikor az első igazi, teljes egészében önálló Orlai produkció, hát akkor az ember azon még úgy gondolkodott, hogy nyilván olyat próbáltam keresni, amely anyagba hittem, amelynek úgy érzem, hogy volt üzenete, és ez mai napig nagyon fontos, hogy mi csak olyan előadásokat mutatunk be, amelyben hiszem és meggyőződésem, hogy van üzenete, és szólnak valamiről, mélysége van, és az emberek magukkal viszik az anyagot. Na most ezt a 6-7 hattánzon kívül máshol is megtaláltad, és azért mondom, igen, hogy... ez egy nagy szerencse volt, hogy rögtön az első 260 előadást meg tudott élni, és ezzel gyakorlatilag az egész országot beutaztuk. Jó, hát ez nyilván ők a részesei voltak ennek a sikernek. Sőt, a fő kovácsai. De én oda szeretnék kilukadni, hogy amit mondtál az előbb, hogy tulajdonképpen megtalálni azt a darabot, stb. A darabválasztás, az már mondhatnám nyugodtan a színészek mellett, meg a rendező mellett, fél siker lehet, és te, vagy ti, valahogy mindig megtaláljátok azt, amit a közönség nem csak abban a pillanatban és azon az előadáson tud figyelemmel kísérni és élvezni, hanem hosszú éveken keresztül, lásd 6-7 hattánc. Hogy találsz te magukat? Én azért ezt így nem mondanám, hogy mindig megtaláljuk, mert ezért nálunk is vannak kevésbé jól sikerült bemutatók, és ezt fel is kell tudni vállalni. Tehát meg egyre inkább vannak olyan bemutatók, amelyeket a témája miatt fontos vagyok, és tudom, hogy nem fog 50-100 előadást megérni, de úgy gondolom, hogy mindenképpen be kell mutatni. És talán pont jó helyen mondom, hogy az egyik erre tipikus példánk a Happy Ending című előadás, amelyiket én egy nagyon fontos előadásnak, és tulajdonképpen nem is volt egy sikertelen előadás, de az a témája miatt, hogy ez a rossz indulatú betegségek kérdésével foglalkozik. Amikor mi bemondhattuk 2 éve, mi akkor tudtuk, hogy ez nem lesz egy 100-as széria. De fontosnak tartottuk, hogy beszéljünk róla, és hogyha 100 embernek segítettünk, akkor már megérte, hogy de ez a segítőkészség, és ez a fajta felfogása a színháznak. Azt hiszem, hogy abban is kicsúcsosodott, hogy azért te kaptál egy kék szikra díjat méghozzá ebben az esztendőben, és amiért a díjat kaptak, az egy kicsit rímel erre, amit mondtál, ugye? Nyilván az ember nem tudja saját magát megtagadni. Tehát én édesem orvos volt, olyan közegben nőttem föl, ahol a beteg emberek, a sérült emberek ugyanolyan fontossággal szerepelnek az életben, mint az egészséges emberek. Mindenfajta diszkriminációtól mentes környezetben éltem, és én ezt akkor, amikor kvázi közéleti szereplővé is váltam, úgy gondoltam, hogy ezt a tanult, amit én magamba szívtam az anyatejjel, azt nekem ugyanúgy tovább kell közvetítenem. Tehát számomra ez nagyon lényeges, fontos üzenet, hogy mi mindnyájan egyenlők vagyunk ezen a földön, és nincs alá- és felérendeltség, és nincs lila és kék, és nincs ilyen vallású vagy olyan vallású, mindenki egyenértékű. Igen, és így megszületett az eső ember és a nem senki lény.
Hát az autizmus kérdése, hát, de hát többről beszéltünk, mondom. Mert csináltunk az erőszak kérdésével kapcsolatos igen, előadásokat, igen. A kisded játékokat, ami én most csak a démi előadás volt. Igen, az abban. Mm-hmm. Tehát ezek nagyon fontos lépések, és szerintem nagyon fontos, hogy mi üzenjünk a társadalomnak. Mm. Lehet, hogy magánszínház vagyunk, lehet, hogy nyilvánvalóan mi jobban ki vagyunk téve abban, hogy sikeres előadásokat hozzunk hát létre. Meg kell élni. De abban az esetben, hogyha mi elmegyünk a társadalom problémái mellett, ha mi nem tesszük ki az asztalra azokat a közéleti társadalmi kérdéseket, amiről beszélni kell, akkor ezzel gyakorlatilag a saját szakmámat csapom arcul, és saját magamat. Jó, akkor itt a maradék egy-két percben azért térjünk rá a mostanira, és erre a szezonra. Hát ugye túl vagyunk egy Jurányi inkubátorház bemutatón, akkor... Hát igen, ez volt ugye a Gogol egy őrült naplója. A Keresztes Tamással főszerepben Bodó Viktor rendezésében. Kollégák ami... mondták, hogy fantasztikus volt a fiú. Én azt gondolom, hogy ez egy csodálatos előadás lett. Méltó párja, én úgy gondolom, Darvas Iván nagy hírű előadásának. Igen. Nyilván egy mai előadás, nem hasonlítható össze, hisz az egy 25 évvel ezelőtti előadás. De hogy ez is egy súlyos, várhatóan hosszú szériát futó előadás lesz, abban azért lehet számítani. Na most akkor, ha már túl vagyunk, ugye akkor túl vagyunk a Pesti Barokkon is, és Kern Andráson. Hát a Pesti Barok ugye Dés Mihálynak kb. 3 éve megjelent könyvéből készült. Kern András írta a színpadi változatot, és Szabó Kimmel Tamás és Kern András játsszák a két főszerepet. Kern Andrásnak egész érdekes szerepe van. Igen, ebben egy nagyon érdekes, különleges szerepet játszik. Egy nagymama szerepet, igen. De ez a nagymama szerep, ez nem a nemiségen az a kérdés ennek, hanem egy embertípust ábrázol. A 70-es, 80-as évek nagymamáját, akik már sok mindent megéltek, a két világháborút, többfajta diktatórikus rezsimet, és igazi életbölcselettel, igazi hittel rendelkeznek az életről, és ez szerintem a Kern András csodálatosan adja tovább, és mutatja el azokat az értékeket, amit ez a kor tartalmazott, a visszaságaival együtt. Na most akkor végezetül azért, aminek még előtte vagyunk. Mert ugye hát két bemutató előtt vagyunk. A Daniel Glattauernek a Párterápia cím darabja. Ugye mi elég régóta játsszuk már, azt hiszem 5. évadja, a Glattauernek az előző darabját, a Gyógyír éjszaki szélét, és most pedig az új darabját, a Párterápiát mutatjuk be a Belvárosi Színház október 26-án. Balla Eszter, Mészáros Máté és Debreceni Csaba főszereplésével, Znamenák István rendezésében. Illetve november 17-én lesz egy új bemutatónk, a Bocs félrement. Ez egy igazi mai történet. Igazából egy félrement e-maillel, félrement e-mail üzenettel indul, és egy ilyen virtuális alapú párkapcsolati, emberi, szerelmi, romantikus vígjáték lesz belőle, rengeteg furcsa fordulattal, és abszolút fiatalokkal, fiatalok játsszák. A híres Máté osztály. Máté Gáborról van szó. Máté Gábor osztályról, igen. A Kovács Patrícia, Péter Kata, Járó Zsuzsa, Suf Milán és Mészáros Máté játsszák a főszerepeket. Tibor, én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és mindezt elmondtad. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást, örülök, és hogy itt lehettem. A nézők nevében is, ha megengeded, akkor további nagyon sok sikert kívánok. Köszönjük, ez a 10. jubileumi évad kapcsán ez jól esik. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, Éva, hogy eljöttél, hiszen javában készülődik a Neoton maraton, de hát azért vannak is kitérők az életedben, mert azt csiripelték a verebek, hogy egyszer csak valahonnan Koreából meglátogattak téged, igaz ez? Ez igaz, nagyon meglepődtem én is, mert jött egy forgatócsoport, akik szerették volna tudni, hogy most mi van velem, meg egyáltalán, hogy hogyan alakult az életem, amióta nem találkoztunk. Úgyhogy van egy nagyon kedves, mondhatom, hogy barátom talán, Csoma Mózesnek hívják, a koreai tanszéknek a vezetője, aki írt is egy könyvet Koreáról, Magyarok Koreában, az volt a címe, és hát ott
ott sokat beszélgettünk a mi időnkről, és hát ezért is jöttek oda a koreaiak. És ami még meglepődtem, hogy kérdezte a hölgy, aki a riporter volt, hogy írják alá a nevemet, hogy Csepregi Éva vagy Éva Szán. Igen. Hát mondom, hagyjuk ezt az Éva Szán, mondom, ezt tudja, hogy senki nem emlékszik rá. És mondta, hogy dehogy nem. Ugye? Hát mondom, az más, akkor legyen Éva Szán. Ez nagyon jó egyébként, a távol-keleti kapcsolat akkor megvan. És ezek szerint talán még a koreaiak után még a japánok is megjelenhetnek. Hát nem véletlenül azért Éva Szán ott nagyon letette annak idején a voksát, hogy úgy mondjam. Na de nem hiszem, hogy amikor még a Magyar Rádió gyermekkórusában voltál, akkor álmodtál-e Japánról, de hát a gyerekkórus az járt a világon mindenhol. Én a gyerekkórusban csak nagyon keveset de jártam. De hát attól ott voltál. Engem felvettek oda, és... És egy ilyen előkészítő szerűségbe jártam, ahova játszottunk, meg énekeltünk harmóniákat, meg mindent. De sokszor, amikor találkozom így gyerekkórusosokkal, akkor mindenki úgy néz rám, hogy de hova? Melyikbe? Ez hát nem emlékeznek. Mindegy, lényeg az, hogy voltál ott is, és akkor már tanultál zenét, zongorázni, hegedülni, vagy később? Hát szinte egy időben, mert rögtön utána át kellett mennem egy másik iskolába. Igen. Tehát akkor még nem volt a gyerekkórusnak iskolája. És 18. kerületben laktam, és átmentem a Ságváriból az Engelsbe. Akkor még igen, így hívták őket, és az Engels az történetesen egy zeneiskola volt, úgyhogy ott kezdtem el hegedülni is, meg zongorázni is. És meg szolfést is tanulni. Az igen. Na most, ha Paganini mester élne, akkor nem biztos, hogy elhegedülnéd a nótáját, mert azért hála Istennek elkezdtél énekelni. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nem folytattam olyan sokáig. Na most még egy, mert azért ezt nem hagyom ki, és ezt nagyon jól tudom, hogy akármennyire is szeretted, vagy nem szeretted a matekot, de azért már sejtett, hova akarok kilukadni, mert hogy a matek érettségi előtti napon este te már énekeltél, és felléptél, a jó tudom, ki mit tudom, és akkor mihogy álmosan mentél másnap érettségizni, vagy hogy volt hát ez? Igen, akkor is nagyon elfoglalt voltam, tehát ez is azt mutatja, hogy az életem mit sem változott. Igen, hát borzasztó rosszkor jött mind a kettő, mert ugye akkor volt a ki mit tud. Hát akkor tényleg nem gondoltuk volna, hogy így a kózobákkal, meg a sztereó együttessel, igen, mert ugye mind a két kategóriában indultam, hogy ilyen messze eljutunk, mert az már a középdöntő volt, és emlékszem, Szegeden voltunk a kózbabákkal, és külön egy ilyen hatalmas nagy Volga autó hozott föl engem, mert hogy matek érettségi volt reggel 8-kor, és hát fantasztikus egy igazgatónőm volt, aki látszólag egy nagyon szigorú, nagyon decens, egy nagyon kemény nő volt, és valahogy akkor teljesen megváltozott a szememben, hozta a kis kávét cukorral, mondta, hogy gratulál, és fel a fejjel, és hajrá, ja, matek érettségi. Úgyhogy amikor egyszer ellátogattam egy az öreg diákok klubjába, aha, a Steinmetzbe, akkor ő is ott volt, és vittem neki egy könyvet, hogy lássa, amit én írtam, a Napraforgó című könyvet, hogy azért megtanultam írni, olvasni, ha más nem. Azért is hozom én ezeket a dolgokat szóba, amiről már nagyon sokszor beszéltél, és mi is beszélgettünk már, de hát nem akarom azt a rossz pontot mondani, hogy egy újszülöttnek minden vicc új, de nagyon sokan erről tudnak, és nagyon sokan erről nem tudnak. Úgyhogy én állítom, hogy legalább annyian vannak, akik Csepregi Évának ezt az oldalát nem annyira ismerik, mint amennyire ismerik. Kávét főzni tudsz? Isteni kávét tudok főzni. És amikor a kínaimba titkárnő voltál a gyógyszergyárban, hát akkor is főzték kávét? A fő tevékenységem az volt, hogy kávét főzek, másra nem nagyon voltam alkalmas. De azért énekeltél akkor. Mert akkor is már, igen, jártam az országot, úgyhogy igazából szegény Écsi Lajos, aki a főnököm volt, egy gépkonstrukciós osztálynak voltam én a titkárnőjén, rendkívül helyes emberekkel körülvéve. És hát speciál a kávéfőzés az ment. Egyébként fogunk még természetesen a jelenről és a Neoton maratonról és a születésnapi koncertről is beszélni, de azért még annyit, hogy nem csak kacérkodtál, hanem nagyon is belekóstoltál a színész életbe. Most nem csak arra gondolok, de kezdjük azzal, hogy színésznő, művésznő, a pesti művésznő. Na, hova lyukadt ki a pesti művésznő? Hát bizony, körülbelül 160 előadást játszott az Opera Színháza, Szép nyári nap című Neoton musicalből, ahol hát többnyire
amikor megtehettem, akkor én voltam a pesti művésznő, aki jön és szórakoztatja a táborban összegyűlt, építőtáborban összegyűlt fiatalokat. Ezek a kiszépítő táborokban megérkezett a pesti művésznő, igen, és igen, és hát ezeket magunk is átéltük, hiszen a Neotonnal úgy kezdődött az életünk, hogy ugye a Neoton kózbabák, amikor úgy kóstolgattuk egymást, akkor sok építőtáborban jártunk, és hát az egy nagyon izgalmas dolog volt ott a földön, illetve hát bocsánat, a kövön egyik-másik ebédlőben játszani és szórakoztatni. Szóval kellemes emlék. Na de minden esetre 160 előadás. Nagyon jó volt egyébként az a musical, ezt is merem mondani, és lehetek ennyire elfogult. Több jó musical is van, speciál ez is nagyon jó volt. Na most nem csak ennyi a színészet, hanem a Rutka Éva Színházban, tehát jó néhány évet eltöltöttél, négyet, majdnem ötöt. Ott milyen szerepeid voltak, miket játszottál? Hát hála Szalai Zsoltnak, meg Nagy Miklósnak. Aki ők szegény, nincs köztünk. Szegény nincsen köztünk sajnos, és az, hogy ők oda engem így meghívtak, meg teletömtek mindenféle jobbnál jobb szerepekkel, amikről magam se hittem, hogy el fogom tudni játszani, hát aztán nem is tudom, hogy... Melyik volt az első? Az első az a Hippolita Lakály volt, abban is ilyen énekesnő, táncos nő, vagy nem, tehát én voltam a Mimi. A Mimi, hát a filmben a Mimi, mindenkit. Igen, a központi figura, ha így tetszik, igen. Mert ugye nagyon sok minden szól róla a darabban. Aztán nagyon érdekes volt, mert hát tényleg fantasztikus színészekkel játszhattam együtt, és többek között Dollival például, mert ő volt Schneiderné. Igen. A Dózsa Laci volt Schneider, akkor Cséh Németh Lajos például, vagy hát ugye mindig változott a stáb, de hát annyian voltunk a színpadon, hogy az a pici színpadon alig fértünk el, már így bekanyarodtunk. És a két énekesnő, most a Dolly jutott még, hogy most, hogy mondod, melyik őtök izgult jobban ebben a nagyszerű prózai színészi társaságban? Én biztosra veszem, hogy én. Tényleg? Mert nekem, ha nem is volt idegen, persze, mert mindig szerettem volna belekóstolni ebbe, és hát ugye a Szalai Zsolték megadták ezt a lehetőséget, ez egy nagyon jó dolog volt, és mondtam nekik, hogy mondom, Úristen Zsolt, figyelj, ha sokat kell mondjuk énekelni, keveset beszélni, akkor az rendben van. Az akkor még úgy rendben van. Aztán utána jött egy abszolút zicser szerep, hogy úgy mondjam, a Kaktuszvirága. Az igen. Az egy nagyon jó szerep volt, abban nagyon bele tudtam temetkezni, és emlékszem rá, az anyukám még ott voltak a premiéren, és akkor mondta az apu, hogy hát Évikém, én nem ismertelek meg. Ugye teljesen hátra volt nyolva, hát úgy ember még engem nem látott, tehát még én sem magamat se nagyon, szemüvegbe, meg ilyen nagyon keményen. És akkor ott is emlékszem, nem a premiéren, a főpróbán, ahol voltak ilyen állandó, odajáró vendégek és rajongók, idősebbek, azok mondták, hogy nem azt mondták, hogy a Csepregi Éva fogja játszani, de mikor jön a Csepregi Éva? Annyira nem is lehet. Igen. És akkor, hát aztán egyszer csak ugye elmúlt a Rutka Éva Színház, és akkor Pák és Aranyom Pák, hogyha már arról mondtad. De a karriered az változatlanul megy, és ment is fölfelé, és reméljük, hogy még sokáig fog menni. Na most a névváltozások azért tulajdonképpen olyan nagyon sokat nem jelentettek, mert függetlenül attól, amikor szétment az ős Neoton, akkor folytattátok Éva Neoton, meg mi volt legutóbb? Neoton sztár vendégek. Neoton família sztár. Igen, és akkor hát most tulajdonképpen azért is mondom, hogy boldog születésnapot, mert hogy 22-én van a koncert, akkor... Hát ezek a szokott kérdések, hogy ugye ott vagyunk, régi dalokat mindig kéri a közönség, de van nekünk új is, és vannak sztár vendégek is, szóval milyen lesz a Neoton maraton? Egyrészt hosszú. Hát maraton. Igen, másrészt nem fél maraton, ugye, maraton. Tulajdonképpen ez a maraton név, ez ezt is takarja. Azt is takarja, hogy az olimpia éve volt. Igen. Ezt megragadtuk, ezt a lehetőséget, hiszen ez a Maraton című szám, ez egykor egy olimpia tiszteletére készült 80-ban. Aztán végül is az, 80-ban, hogy... 80-ban, az a moszkvai olimpia moszkvai volt. Olimpia volt, igen. Végül is az, hogy gyakorlatilag mi a slágereket játsszuk, a mi slágereinket, a mi égköveinket játsszuk folyamatosan.
Ennek ellenére azért lesz benne egy-két olyan dal, amit nem szoktunk játszani. Ilyen például, amit Koreában énekeltünk egy versenyen, a Seoul Dal Fesztiválon, uh-huh. Love is Magic, az volt a címe, és előadói díjat kaptunk uh-huh. érte. Ilyen nagyon szép formájú kis szobrocskát kaptunk. Uh-huh. Úgyhogy azt játsszuk, az lesz az egyetlen angol nyelvű dal, azt Ádám nagyon szépen áthangszerelte, és van egy másik, a Egyszer megértelek című dal, ami 81-ből való, és hát egy kis ars poetica, hogy én a földön ismeretlen nem maradok, az van benne. És az nagyon jó. Nem is véletlen, hogy az anyukámnak a kedvenc dala volt. Úgyhogy persze természetesen azért mindenki készül kis magánszámokkal. Hányan lesztek? Na, Ádám ott van az odáig. Ádám, ugye van. A frontunk az a régi, a Baracsi János, aki mindig a Santa Mariát énekelte régen is, és ezeket a mély szólamokat. Aztán Ádám és én. Nem beszélve ugye a Dávid fiam, ő fog dobolni, meg ő csinálja a dobszólóját. Aztán kiegészülünk egy vokállal. Ők mindig velünk vannak, a fajt Ildi és a Gulyás Erika, hogyha nagy koncertünk van. Segítesz is nekik, hiszen vokáloztál annak idején. Igen, de ők nagyon nagy szakemberek. Aztán van egy házas párunk, akik viszont tényleg mindig velünk vannak, ők erősítik ezt a família vonalat, a Lukácsék, Lukács Andi és a Lukács Laci. Van egy másik billentyűsünk, a Pityó Gábor. Természetesen velünk lesz a Danubia zenekar, ja, igen. Fúvosok, vonósok, úgyhogy egy teljesen új színpadkép lesz. Tulajdonképpen azt nem mondtuk még. A Budapest Sport Arénában lesz, tehát október 22-én este 8 órakor, és hát természetesen Várkonyi Attila lesz az, aki bemelegíti egy kicsit a közönséget. Úgyis mi DJ Dominik. DJ Dominik, igen. Úgyhogy nagy megmérettetés, nagyon várjuk, nagyon sokan ott lesznek. Hát meg a közönség is nagyon várja, mert mindig az jut eszembe, hogy amikor nem búcsúkoncert, itt szó sincs erről, amikor mindig vannak ezek a búcsúkoncertek, meg a nagy comeback, meg visszajövünk. Nálatok ilyen nincs. Ti mindig ott vagytok, és mindig megjelentek azokban a pillanatokban, amikor tényleg úgy érzitek, hogy kell, és hát tényleg kellettek a közönségnek. 11 éves már ez a formációk is, úgyhogy rendületlenül járjuk az országot, és hát már 2 éve van az, hogy nagyon átgondolt és nagyon szépséges színpadképpel koncertezünk csak. Mikor skáláztál utoljára? Tegnap előtt voltam az énektanárnőmnél, úgyhogy... Mert még ennyi év után is kell énektanárhoz járni. Ó, hát a kontroll az nagyon fontos. Ugye? Nem biztos, hogy mindenkinek, nekem nagyon fontos. Egy Nádor Magda nevű énektanárnőm van, aki nagyon nagy népszerűségnek örvend. Sokan járunk hozzá, és nagyszerű énektanár, úgyhogy ő gyakorlatilag megtanított újra énekelni. Ez nagyon jó, és akkor még zárásképpen én csak annyit, hogy tényleg a nézők nevében is további sok sikert a társaságnak, mert hiszen köszönöm. Ti nem vívtok szélmaromharcot, mint Don Quixote, ugye? Néha azért, igen. Köszönöm, hogy jöttél. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézők, ahogy már megszokhatták, időről időre rendszeresen helyt adunk a Turay Ida Színház műsorairól, bemutatóiról. Így lesz ez ma is, stábunk a Vértestvérek című musical előadásán volt ott, és természetesen forgatott is. Szalai Zsolt szerkesztőriporter, Horváth Gábor és Pál Sámuel operatőr segítségével készült az összeállítás, amelyet végső formába Gerstenben Zsuzsi öntött.
első színházi előadásod itt a Turaida Színházban, hogy érzed magad? Fantasztikusan. Amúgy is nagyon sok emlék köt ehhez a színházhoz. Többek között az, hogy én ebben a színházban láttam a legelső eredeti verzióját a Vértestvérek előadásnak, azt a legendásat, ahol még Vári Éva volt az anya, és sok barátom játszott és játszik is itt, úgyhogy egy kicsit úgy érzem, hogy haza is jöttem. És elhangzott szemem szép, és valahú, hozzám képest sehol sincs a Marilyn Monroe. Hát az tánc volt, szívünk is táncol. Vagy jött a baba, olyan szép volt, mint egy költemény, majd 10-12 hét, és ismét úgy maradtam én még úgy táncoltam volna, ám de jött a férj szó. Tudod, ki vontat egy csajt, ki dupla, Marilyn Monroe. Mint anya és mint színésznő, hogy értékeled a szerepedet? Azt hiszem, hogy ez az előadás, illetve ahogyan ez az előadás létrejött, amilyenné lett, tulajdonképpen összesűríti mindazokat a dolgokat, ami miatt érdemes ezt a hivatást választani. Amihez egyébként itt mindazt a szeretetet, segítséget, támogatást megkaptam, ami kell, ahhoz, hogy ez valóban egy ilyen fontos és nagyon-nagyon emblematikus állomása legyen az én pályafutásomnak. A teringetét! Marhára röhelyes, amikor valaki ilyen finomkodva káromkodik. Finomkodva? Ja. És te hol laksz? Hát én itt, és te? Én meg itt! Ne csinál! És az a lány, aki az előbb veled Linda, volt? Linda, nem emlékszel Lindára? Hú, az Linda volt! Persze! És vele jársz? Ja. Vele is. Bele is. Ja. A Vértesvérek című előadást játsszuk most már 6 év után újra együtt, hála jó Istennek. És ez egy két iker testvérről szól, akinek a szülei, vagy a szülei az édesanyja, nagyon szegény, és ezért kénytelen eladni az egyik iker testvérét. És téged ad el. És engem ad el pontosan, és megvesznek engem, és akkor valahogy az élet úgy hozza, vagy a sors úgy intézi, hogy ez a két gyerek mégis kerüljön össze, mégis legyenek barátok, legyenek vértestvérek, vértestvéri fogadalmat tesznek, szövetséget kötnek. És utána felnőtt korban is találkoznak, csak ahogy a mindennapi életben is megtörténhet ez, a két gyereknek az életfeltétele, Hát az egyik egy gazdag családba kerül, igen. Én pedig maradok a szegénységben, és az ő élete így megy fölfelé, az enyém pedig így megy lefelé. Igen. Ráadásul van egy közös pont az életükben, igen. A Linda, ugye a szerelem, és ebből lesz egy ilyen szerelmi háromszög. És azt a Miki elég nehezen emészti meg, az az én figurám, meg azt is, hogy az én életem az megy teljesen tönkre. Elküldik a munkából, nincs pénze, belekeveredik egy ilyen gyilkosságba, börtönbe kerül, megőrül, drogos lesz, mindent elszenved. Ő pedig közben itt a polgármesteri hivatalba így előléptetik, és Egy előkelő ember lesz. És hát a végén ugye ott találkoznak ők. Hogyha neked több is van, akkor az egyiket megfelezhetnénk egy kicsit. Miről beszélsz, Szenti? Az az igazság, hogy nekem egyetlen csajom sincs. De azt mondtad, tudom, mondtam az előbb, de nem igaz. Vagyis Linda tényleg akarna csajom lenni, hint is mindenféle, hogy így szeret engem, meg úgy szeret, de annyira rohadt nehéz ez az egész. Micsoda? Azt se tudja az ember, hogy hogyan fogjon neki. Meg kell kérni, tudom, én is mindig megesküszök magamnak, hogy most aztán odamegyek, de amikor odamegyek, na akkor egy rohadt szót sem bírok kinyögni. Miki, erőt kell venned magadon. Kösz szépen. De mit mondjak, mi? Figyelj, hidd el, egyszerű az egész, olvastam róla. Olvastál? Igen. Mikor legközelebb találkozol Lindával, igen? Egyenesen a szemébe nézel, bele és azt a mondod. Szemébe. Szeretlek, Linda, kívánlak a legapró porcikámi sóvárog utánad, ágyékom értedék, hadd nyugtatom gondbarázdát homlokom lágy kebleit között. Ez az előadás, ez nekem egy igazi örömjáték.
Én ezt 6 évvel ezelőtt is már játszottam. Pontosan ezen a napon volt 6 évvel ezelőtt bemutatva. És hát érdekes volt ezt így végigkövetni, hogy eltelt ugyan 6 év, eljátszottuk akkor körülbelül 40-szer, nem tudom a pontos számot, és azért velünk is történtek dolgok ez alatt az idő alatt. És hogy ezt beépíteni úgy a szerepbe, hogy azért jól álljon, ebben nagyon sokat segített a játékmesterünk, a Sztárek Andriska, hogy csak annyit, csak úgy, hogy az alakhelyes legyen. És hát én vagyok az előadásban a szomszéd kislány, akiben mind a két fiú szerelmes, de én csak az egyik fiúhoz ragaszkodom végig. És nagyon-nagyon nagy élmény nekem ebben megbolondulni. Tehát én nagyon szeretem, amikor meg lehet hűlni egy szerepben. Hát itt mindent lehet. No lássa, én volnék a főszimat, és zavar az Al Capone szag. Hétfőtörzs előre, a többi itt maradt. De Al Capone így sem volt. Na hívja már a hullaszállítót! Hogyha ujjaid a részed, futatsz, és ízik számos győz az ész, látsz a földről is újra élsz, nem ég a vég az itt játék, semmi vész. Ha azt mondom, hogy ha fel nem tetszel, hip-hop mondj egy röpimát! Kaptunk nagyon sok instrukciót arra, hogy hogyan és miként kezeljük saját magunkat ebben a darabban, hogy mi nem csak táncosok vagyunk, nem csak színészek vagyunk, hanem karakterek, különböző alakításokat és feladatokat kellett külön-külön is megoldani mindenkinek. Ha valakinek a saját korosztályát, valakinek egy kicsit idősebbet, meg fiatalabbat is, tulajdonképpen mi végig segítjük, vagy végig segítettük ebben a történetben a főszereplőknek a fejlődését, az összes korszakát, a gyerekkortól a felnőtt korig. Ha már az instrukcióknál tartunk, akkor nem hagyhatjuk ki Sztárek Andrea nevét. Így van, ő is nagyon sokat segített rajtunk. Ami nagyon hasznos volt a tanácsaimból, az inkább az, például a gyereknek lenni. Nagyon jól segített minket abban, hogy tudjunk egy kicsit őrültebbek lenni a színpadon, mint amik valójában lennénk, illetve nagyon jól meg tudják fogni a másik oldalát is, amikor bejövünk, mint ténylegesen egy görög drámába a kar megjelenik, és szúró szemeket kértek, tekinteteket kértek, nagyon jól alátámasztott minden egyes karaktert nekünk, amikor bejövünk a színpadra. Iszonyat nagy segítség volt az, hogy ne vegyük le a szereplőkről például a szemünket, amikor körbejárunk. Ereje van a színpadon, ennyi, ezt el kell fogadni, és a Sztárek Andrea nagyon-nagyon jól megtalálta ezeket a pontokat a darabba. Miért szeretsz a Turaiban játszani? Én azért szeretek itt lenni, mert jó a csapat, jó a közösség, jókat játszok, habár nem nagy szerepek, de mindegyikben meg tudom egy kicsit mutatni magam, illetve az, hogy játszok. Tehát, hogy úgy igazán úgy érzem, hogy szívemet, lelkemet ide adom a színpadon. Ilyen, például a mai előadás is, illetve pontosabban ez a bemutató is azért volt nekem számomra különleges, mert nagyon ritka alkalmak egyike, amikor úgy igazán szívvel, lélekkel oda tudom adni magam egy darabba. És ugyan nem volt nagy szöveges szerep tényleg, de annyira erős volt a jelenléte mindenkinek, hogy ez belőlem is olyan plusz energiákat hozott ki, amitől én azt éreztem, hogy ez az életem egyik legmeghatározóbb előadásai közé tartozik. Megszülettek, és nem is szólt, csak egy pár napja Mrs. Lyons, kérem, könyörgöm, egy kicsit hadd maradjanak még együtt, hiszen tudja, ikrek, összeszortoznak, csak egy kicsit még kérem, könyörgöm. A férjem holnap érkezik. Megállapodtunk, megalkottunk, és maga megesküdött a Bibliának. Nekem kell a gyerekem. Akkor az lesz a legjobb, hogyha válasz. Jó, azt hiszem, hogy... Nem mondja meg, hogy meg, csak vigye már! Nehéz ilyenkor megszólalni egy ilyen előadás után. A színlapokon ezúttal Sztárek Andrea neve itt a Turaida Színházban játékmesterként szerepel. Nekem annyi volt a dolgom, hogy ez egy 6 évvel ezelőtt a Böhm Gyuri által nagyszerűen megrendezett előadás volt, amiben a
két főszerepet más játszotta, mint most, és arra kért fel engem Ilona, hogy ezúttal ezt a két új főszereplőt, a Szulák Andit és a Csengeri Attillát állítsam be ebbe a meglévő produkcióba. Persze nem redukálódott erre az én dolgom, mert hát mindegyiknek van mással is jelenete, és akkor olyan szépen adta magát, hogy azokat is kicsit hangszereltem. Nézzük el, nem ismeretlen, hogy Iker gyermekeid vannak, és itt a Turaidban már érdekes módon rendeztél egy Ikreke előnyben című előadást, most pedig ez is egy Iker párról szólt. Mennyire vitted bele az anyaságot ebbe a darabba? Pont az az érdekes, igen, úgy látszik, üldöz engem ez az Iker kérdés. Pont azt mondta a Gyuri Bőm, hogy milyen jót fog tenni, hogy én jövök nőként és anyaként egy ilyen darabba, ami hát semmi másról nem szól szinte, mint az anyaságról. Nagyon felkavaró darab, tehát én is ahányszor nézem, sírok, tehát borzasztó. Tehát belegondolni abba, hogy mondjuk eleve hát egy gyereket elveszíteni, az képtelenség. Tehát azt nem tudom, hogy lehet túlélni, bár van rá példa, tudom. De borzasztó, tehát ha ebbe belegondolok, kiver a víz, már pedig itt ez történik, és mindjárt két gyerekét veszti el ugyanaz a anyuka. Döbbenetes történet. Tényleg nehéz megszólalni, ahogy te mondtad. Elhitted, hogy tényleg minden rendben van, őrzi a pince ajtót nagy lakat. Elhitted, hogy ott már többé senki se jár. Hisz oda zártad múltadat, és azt hitted, hogy ott marad. Ó, de hol az ördög partner talál? A jó viszonyra kényes ám, üzletétől el nem áll, és előtte nem akadály, se szép szó, se zár. Nekünk Andriska, ugye, aki a játékmesterünk volt, hát hihetetlen, hogy mi csak ilyen beszélő viszonyban voltunk, Szolnokon a játszottam, megnézett, én megnéztem őt, Szállakakuk fészkében fantasztikus főnővér volt benne. Tehát így 5-10 percekre összejöttünk, de ez az első közös munkánk. És úgyhogy nem színészként dolgoztunk együtt, hanem én mint színész, ő pedig mint játékmester. De annyi pluszt adott, annyi emberséget, annyi belülről jövő gesztust erre a szerepre is, nem csak a többieknek, hanem a narrátor szerepére, aki ugye a sors, ilyen ördögi, kicsit misztikus, és nagyon pontosan tudta, hogy melyik bejövetelen mit jelent. Nagyon, nagyon jó volt. Öröm egy olyan játékmesterrel, de mondhatjuk így akár, hogy rendező vagy rendezőasszisztense dolgozni, aki érti azt, hogy mi történik a színpadon, érti a darabot, utána néz, és a színészből indul ki, tehát nem akart senkire ráerőltetni olyan dolgot, ami rosszul áll neki esetleg, egy olyan mozdulatot, egy olyan hangsúlyt. Mindenkivel pontosan meglátta az embert, és ezért jó, hogyha egy színész rendezi a kollégát, mert pontosan tudja, hogy a színész lelkét simogatni kell, és nem erőszakosan arra kényszeríteni, hogy neki rosszul álló dolgokat csinálja meg a színpadon, hanem egy ilyen közös nevezőre jutni, hogy művészet tartalom is legyen benne, és a színészből induljon ki. Ez is nagyon ritka a mai világban, amikor ugye gyorsan kell mindent csinálni, nincs idő gondolkodni, és Andival tényleg ez abszolút 100%-osan működött, hogy egymásra találtunk, és közös volt a rezgésünk. És a szerepedről néhány gondolat? A szerepem nagyon érdekes, mert ugye kaptam egy videót, és Földes Tamás, a mi drága Johnink volt 6 évvel ezelőtt a narrátor, aki teljesen más típus, mint én, ugye egy ilyen sötétebb, mélyebb tónusú, kicsit ördögi figura, és akkor így megbeszéltük Andival, hogy legyen ez a mostani egy kicsit modernebb. Tehát megvolt ez a kicsit Robert De Niro-s, hey, you know man, feeling. A premierre még egy pöttyöt is tettem ide, hogy nagyon ilyen legyek. Bekerültél a bizalom körébe? Tehát, hogy megvan ez a kicsit mafiózó, kicsit modern üzletember típus, és egy picit a próza sem olyan, hogy októberben, hanem kicsit modernebb, szikárabb, hiszen
a dráma az megtörténik ugye a főszereplőkben, az itt van a színpadon, nem kell azt még külön hangsúlyozni, alápakolni, és ebből jött egy ilyen modern Keanu Reeves-szerű figura, aki megjelenik, hosszú balonkabát, elénekli, amit kell pontosan, precízen, és utána kimegy, és viszi tovább a jeleneteket, úgyhogy én nagyon szeretem ezt, és persze hát voltam ugye kalauz, rendőr, tanár, teljes ember, tehát hogy sokféle figurát lehet még egy kicsit másféle beszéd technikával, más hangsúlyokkal. Tehát ez egy nagyon összetett feladat volt, de Sztárek Andi nagyon, nagyon pontosan mutatta az utat, hogy honnan, hová kell eljutni, és a közönség tapsa azt mutatja, hogy ez sikerült is, és nagyon jól dolgoztunk együtt, és nagyon szép bemutató sikeredett. Örült! Legyen átkozott a nap, amikor találkoztam magával! Tönkretett! Őrült. Boszorkány! Megátkozlak, boszorkány! Nyírőben a művésznőnek ezúttal nem egy hálás szerep jutott a Vértestvérekben. Látod, milyen érdekes? Szerintem pedig ez az igazán hálás szerep. De látom a szemeden, hogy huncut vagy, mert te is tudod nagyon jól, hogy igazán hálás szerepek azok mindig azok, amiben tól A pontból B pontba el tud jutni egy alakítás. Tehát van íve, lehet játszani benne valamit, vannak benne érzések, nem kicsik, és bizony-bizony minél erősebb karaktert kell megformálni, annál jobb, annál érdekesebb és annál nagyobb kihívás. Mennyire volt nehéz erre felkészülni, rákészülni? Most a mostani bemutatóra, a mostani előadásra azért volt nehéz, mert eltelt 6 év a régi produkció óta, amiben szintén ugyanezt a szerepet játszottam, és át lett hangszerelve. Tehát másként oldok meg dolgokat, gondolatokat, másként nagyon más dolgokat játszom, nagyon, nagyon másként, hiszen ez egy olyan összetett szerep, hogy többféle út létezik. Mondd, hogy nincs ilyen, mondd, hogy ez csak álom, és mondd nekem, hogy ez csak üzensz a kedves nézőknek, hogy miért érdemes a Tulajba jönni, és ezen belül miért érdemes megnézni a Vértestvéreket. Azt mondta a kislányom, hogy anya, ez egy olyan aranyos színház, pedig azért ő elég sok felé mászkál velem. Egy nagyon furcsa, felszínen mozgó, kicsit közönyös, kicsit durvuló, kicsit elidegenedő világban élünk szerintem. Sokkal, sokkal izgalmasabb, színesebb, emberibb, lágyabb volt az én fiatalkorom, az én gyerekkorom. És én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik szeretetre, lelki rezdülésekre, összekapaszkodásokra, barátságokra, tehát fontos és építő emberi érzelmekre kíváncsiak, és be tudják fogadni, azoknak fontos eljönni ebbe a színházba. Mondd és így segíts, hadd legyen mindez kibírható, hadd legyen... Bárki, aki valaha volt színházban, vagy aki még soha életében nem volt színházban, állítom és bizton tudom, hogy ilyet még soha nem látott sehol. Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Ennyi volt a mai nagykörút, legközelebb a szokott időben, egy hét múlva ismét találkozunk. Addig is minden jót, a viszontlátásra, a viszonthallásra.
A Nagykörút című kulturális közéleti magazinműsor a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.